Sziasztok, Sestrinski vagyok, és ez az Inside Star Citizen összefoglaló. Ebben az epizódban a Salvage játék eleméről, a manchingról a hajók bezúzásáról beszélnek, amelynek során a Salvage hajók a kisebb darabokra vágják, bontják, majd ezeket bezúzzák, és így jutnak alapanyaghoz. Az érdekessége ennek az, hogy a funkciók készítésének egy olyan korai időszakában tekinthetünk be a fejlesztésbe, amire eddig még nem volt példa. Ez pedig a prototípus fázis. Ebben a fázisban a fejlesztők azt tesztelik, hogy a játékhoz kitalált funkciók megvalósíthatóak-e, működőképesek-e úgy, ahogy azt elképzelték. A hajók bezúzása során főként arra irányult a prototípus fázis, hogy a roncsokat hogyan lehet kisebb darabokra szedni. Jared hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon korai fázisa a fejlesztésnek, így csúnya és bugos lehet. Ebben a videóban egy vulture ülünk, és egy Gladius lesz az áldozat. A prototípus verzióban egy új, megfigyelő alfunkciót adtak hozzá a salvage -hez. Látható, hogy el is tűntek azok az információk, amiket a borítás lebontásánál használtak. Ezek után következik a funkció prototípusának lényege, a hajó darabokra szedése. Ez jelenleg még azt a kinézetet kapja, mint amikor a hajó harcban felrobban, de a jövőben ez nem így fog kinézni. Jelen esetben csak egy csíp töltődött fel a kijelző bal oldalán, és darabokra esett a hajó, de lesz arra is játékmenet, hogy mit kell tenni a játékosnak ahhoz, hogy szétszedje a roncsot. Jelenleg azért használják ezt a megoldást, mert kizárólag a funkció technikai hátterére akarnak koncentrálni, és nem a játékmenetre. A videón keletkezett nagyobb darabok ismerősek lehetnek, azonban a folyamat részeként tovább fog darabolódni, amit egyelőre csak úgy oldottak meg, hogy ez a nagyobb roncsdarab egész egyszerűen eltűnik, és megjelennek kicsi roncsdarabok. Azt viszont már lehet most is látni, hogy ezek egy kis szívóhatás eredményeként kerülnek a hajóba, hogy ott fel legyenek dolgozva. A fendieket látva megismételték, hogy ez csak egy prototípus, a darabokat nem grafikus készítette, nincsenek speciális effektek és sugara. A most látott videó a fejlesztő gépén a fejlesztői környezetben zajlott, a következő lépés ezután az, hogy a PU környezetében is teszteljék a funkciót. A következő videó kezdetén a konzolból betöltenek több űrkikötőt, hogy stresszeljék vele a szervert, mivel enélkül csak Jacob lenne fent egyedül egy üres szerveren, és az nem lenne leterhelve. A fenti módszerrel a szerver FPS lecsökkenti, és csak ezután kezd neki a tényleges játékmenet tesztelésének. A fentiek mellett a Gladius roncsot is lecserélték egy 890 jumpra. Ezek között a körülmények között már látható, hogy a hajó szétesése nem olyan zökkenőmentes, mint a korábbi esetben. Jared elmondta, hogy a tesztelés során rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert, hogy a lehető legrosszabb környezetet is megnézzék, hogy hogyan működnek ott a funkciók. Itt tehát ismét nagyobb roncsdarabot kaptunk, amelyet ezután sugarak bontanának kisebb részére, azonban ezek az effektek most még nincsenek. És ahogy láthatjuk, a roncsdarab eltűnése után sem jelennek meg azonnal a kicsi darabkák, azokra viszonylag sok időt kell várni. A várakozás közben beszéltek arról, hogy jelenleg milyen munkafolyamatokat látnak ezzel a funkcióval kapcsolatban, ki kell dolgozniuk, hogy a játékos milyen játékmenet során szedje szét a hajót, hogy ne legyen furcsa, ha egy Vulture egy 890 jumpot akar szétszedni, mindenképpen meg kell oldanunk azt is, ahogy a nagyobb roncs darabból kisebb részek keletkeznek. Valamint látszik, hogy a behúzás során sokkal gyorsabban keletkezik a nyersanyag, mint a borítás leszedésének módszerével, ezért arra is figyelniük kell, hogy a pilótáknak ne kelljen két dobozonként a raktérbe rohanniuk. Arra is rájöttek, hogy nem igazán élvezetes a navigáció, aminek során próbálják a ronzsarabot a völcsör villái közé terelni, ezért itt várható, hogy a játékosok egy vonósugára húzhatják oda majd azokat. De azon is dolgoznak, hogy ezek a folyamatok hogyan legyenek különbözőek, és még mégis szórakoztatóak a Reclaimer impozáns karja esetében. Technikai részről a nyilvánvaló, mint a teljesítmény és a stabilitás mellett olyan dolgokat kell megoldani, hogy a roncs méretétől függön a szétszedés ideje és a nyersanyag mennyisége. Itt meg kell találni az arany középutat, nem szabad nagyon gyorsnak lennie, de arra is ügyelni kell, hogy ne tartson órákig, és a karakterünk ne akarja kiengedni a légzsípen az összes életkedvét. Ekközben végre megjelentek a teszten a kisebb darabok. Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy jelenleg a PES miatt tart ennyi ideig az új objektumok létrehozása, a műsorban bemutatott teljesítmény természetesen ők is elfogadhatatlannak tartják, és az eltelt idő alapján látják, hogy itt nem csak optimalizálásra lesz szükség, hanem komolyabban bele kell nyúlniak abba, hogy ezek a ronzsdarabok miként generálódnak. De pont ez a lényege a prototípus fázisnak, hogy ezeket és a játékelem egyéb tulajdonságait le tudják ellenőrizni még a fejlesztési folyamat elején, és ezt mutatta be nekünk ez az epizód. Ha még nem tettétek, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, ahol hozzátok hasonló emberek várják a Star Citizen újabb és újabb fejlesztéseit. A Discord szerver linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Ezzel az összefoglaló végére értünk, találkozunk a Stanton rendszerben. And I know Everybody over there is as anxious to get it out to you as you guys are to have it. Hey, guys, it's the four of us are topping the leaderboard. Are we? Tyler just got killed by Stil Stinski? Stilinski. 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 Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski. So, Tyler.